Örökzöld slágerek, könnyű zene, szimfonikus köntösben. Többek között erre számíthatott a közönség Horányi Juli, Szűcs Gabi és Takács Nikolasz az Egri Szimfonikus Zenekarral közös koncertjén, ahol egymást követték a magyar és külföldi ismert dallamok, így az olyan hazai kedvencek, mint Kovács Kati és Cserháti Zsuzsa slágerei mellett, például egy Amy Winehouse dal is felcsendült. Próbálunk mindig érdekes új embereket is megmutatni, és olyanokat is meghívni, akit jól ismer a közönség. Úgyhogy most is három nagyszerű énekes fog vendégszerepelni, Horányi Juli, Szűcs Gabi, akit már többször láthatott az egri közönség, és Takács Nikolász, aki szintén a fiatal generációnak egy új színfoltja. És hát ugye a Symphonic Like Bandbe Gavruca Nagy László is mindig énekel, a zenekar is mindig játszik saját számot. Úgyhogy idén is egy nagyon változatos program lesz, amiben nagy öröm, hogy tulajdonképpen a régi slágerek a mai napig is a legnépszerűbbek, még a fiatalok körében is. Én sokat tanulok a fiataloktól, mert azt gondoltam, hogy hát most egy 60-as évekbeli sláger, hát most mit mondhat a fiataloknak, és kiderül, hogy ők ma ugyanezt tolják, tehát hogy ők is szeretik ezeket. From where you are. See the smoke starts to arrive on deeply cards. You will call the softly moving past the guards. The stakes are getting higher, you can feel it in your heart. It calls you bluff. He is this, you never thought that he could match. He is the sense of something special I can touch. If I refuse temptation, no one knows for sure. Sláger az, amit mindenki énekel, aki dudol az utcán. Ugye hát a olaszoknál az operák dalai dudolták az utcán, hát aztán később változott a világ, és amit sokszor hall sok helyen, és a fülbe mászó, és megszereti a fül, megszereti a szív, abból lesz a sláger. Hogy ez mitől válik valami slágerré? Hát egyrészt az, hogy valamit sokat játszanak, meg valamiért vannak olyan dalok, amik olyan jó arányban találják el a melódiát és a tartalmat, hogy a slágeré válik. És hát persze vannak kedvencek, de az az érdekes, hogy valahogy, legalábbis persze én nem vagyok már a fiatal korosztály része, de hogy mégis miért van az, hogy a régi slágerek ilyen nagyon erősek ma is. Tehát, hogy valahogy régen, amikor slágergyárok voltak, tehát pontosan tudták, hogy mitől lesz valami sláger, olyan dalokat tudtak írni, amik a mai napig élnek. Szóval valamitől a recept működik, és jó, hogy ezek még mindig itt vannak velünk. Olyan dallama van, amit jó esik sok-sok év után is vissza idézni és énekelni, és valami miatt újabb és újabb generációk is felfedezik maguknak, mert egyszerűen jó énekelni. És akkor még utána jön az üzenet, a hangszerelés, de azt hiszem, hogy a dallamról szól, legalábbis számomra a sláger az attól sláger. Ha már a generációkat említetted, úgy tudom, édesanyád a felelős azért, hogy elindultál a pályán. Miért tartott fontosnak a fiatalkorban kezdett zenei nevelést? Igen, hát nyilván, ha nem is tudatos nevelés, de azt mindenképpen, milyen zene veszi körül a gyereket. Én velem az történt, hogy swing zenére éltek otthon a szüleim, meg sanzonokra, Edith Piafra és Ella Fitzgeraldra, és azt hiszem, hogy ezek olyan szinte genetikailag belekódolódnak az emberbe, hogy mit esik jól hallgatni. Azért tartom, az ízlésformálás miatt tartom a legfontosabbnak, hogy gyerekkorban mit hallgat a gyerek,
És aztán persze én is voltam zeneiskolás, és ott is nagyon jó élményeim voltak, tehát én ezt egyébként végtelenül fontosnak tartom, mert minden, bármilyen hangszerrel vagy zenével való foglalkozás, az nagy fegyelmet tanít, és szerintem borzasztó nagy örömöt ad. Ahogy a kórus éneklés is, amit én a Cotton Club Singers-be végül is megcsináltam, de az is egy kórus a maga módján, és nagy fegyelem kell, és ez szerintem rajtam, nekem sokat segített az életben. Említetted az együttest. Melyik a nehezebb? A szólólét, vagy ha mások is állnak mögötted, melletted? Mind a kettő nagyon nehéz, és mind a kettő más miatt. A szólólétben fantasztikus az, hogy kompromisszumok nélkül önmagadat adhatod, de nagyon nehéz az érvényesülés. Amikor csapatban énekelsz, akkor tulajdonképpen a felelősség egy picit megoszlik, viszont nem hagyhatod cserben sosem a társaidat, és egyszerűen többet kell feláldoznod az önmagadból, a személyiségedből, a hangodból, a lényedből. Ha én egy dalra ugrálni szeretnék, egyszerűen a többiekhez igazodva nem tehetem meg, mert ez nem az én koncertem, hanem az együtt a mi koncertünk. Tehát alkalmazkodást tanít, de óriási öröm együtt énekelni, és amikor valami megszólal együtt, és a szép, akkor egyszerűen az minden pillanat megér. Well, sometimes I go out by myself and I look across the water and I think of all the things I want you down. In my head I paint a picture. Since I'm going home where my body's been a mess, it's your ginger hair and the way you like your dress. Won't you come on over, stop making a fool out of me. Why don't you come on over, Valerie? Valerie, Valerie, Valerie. Hál' Istennek nagyon is ismerem az egri szimfonikusokat, nem először veszek részt. Már voltam a Symphonic Like-on is, de én kétszer csináltam velük karácsonyi koncertet, swing koncertet, úgyhogy pontosan tudom, hogy milyen nagyszerű muzsikusok, meg fantasztikus velük dolgozni. Hát az nem kérdés, hogy nekem kell alkalmazkodni. Nekik leírt kottájuk van, én nekem úszni kell a tetején azon a gyönyörű zenén, amit ők adnak, és ez olyan, mint egy hajó, ők a tenger, és nekem a tetején nagyon jól meg kell ezt lovagolni, de a tenger az úr. Nagy átalakuláson megy keresztül a zeneipar. Ezt hogyan látod? Miként éled meg, és milyen esetleges nehézségekkel találkozol? Igazság szerint ez az átalakulás, ez már ugye 2019 környékén elkezdődött, így a Covid-járvány az nagyon sokat alakított a zeneiparon, és hát már akkor tapasztalható volt, hogy nagy átrendeződések lesznek. Én például ennek a hatására döntöttem úgy, hogy egy kicsit megváltoztatom a stílusomat, a kommunikációmat, mert azt éreztem, hogy kicsit így kezdek kisodródni így a pályáról. Nagyon sok új előadó jött színre, akik amúgy nagyon tehetségesek és szuper, amit csinálnak, de hát ez óhatatlanul is természeténél fogva teljesen átszabta a viszonyokat, és akkor úgy döntöttem, hogy akkor most én is csinálok egy merész dolgot, és akkor kitaláltam egy teljesen új imidzset, zeneileg is teljesen megújultam, lettek új témák, amikről kommunikálok, és hát ezt én most már egy évet csinálom, mert ez nálam 2022-re jött el ez a döntés, hogy akkor nekem is valamit változtatnom kell, úgyhogy így az elmúlt év az végül is arról szólt, hogy
új alapokra helyeztem a karrierem, és egyébként nagyon szuper dolgok történtek, és ebben az évben már abszolút tapasztaltam, hogy ez egy jó döntés volt, mert rengeteg helyre hívnak. Ide is nagyon nagy örömmel jöttem Egerbe, nagyon szeretem ezt a várost, és nagyon szuper lesz az a koncert. Meg most volt az István a Király bemutatója, amiben ugye nem csak énekeltem, hanem jelmezszervezőként is részt vettem. Októberben a Madách Színházban fogok egy új musicalben énekelni, úgyhogy hát így felpesdült az élet körülöttem határozottan. Szívemet minden jóval, csupa vágyteli színes szóval, fel is robbant azonnal a lány. Jó volt égni az új szerelemben vágyban, nem a földön, a mennyben jártam, a csókot perzselte a szám. Nem, 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 soha nem. Zenében ma érzékelsz esetleg szakadékot a generációk között? Hát nagyon sok zene van, tehát mindenki mást hallgat, és én mondom, hát csak most már gyerekeimnek, a unokáimtól szerzem a információkat, tehát hogy 2-3 éves különbséggel a fiatalok között, tehát hogy egy 12 éves, meg egy 14 éves teljesen más zenéket hallgat, ugye naponta születnek újabb előadók, vagy sztárok, nem nevezzük sztároknak, de hát akit fölkap a közönség, egy hét múlva nem is tudjuk, egy év múlva már teljesen mások vannak, szóval nagyon-nagyon nagy a fluktuáció, nagyon forog ez a világ. Hát persze, hogy aztán mennyi sláger marad ebből, az egy kérdés, de az kétségtelen nagyon-nagyon gazdag a zenei paletta. Nagyon sokféle stílus van, és hát sokfélét hallgatnak. Vagy legalábbis korosztályunként nem sokfélét, de a korosztályok összeadják ezt a sokféleséget. Ennek ez nagyon jó is, másrészt tényleg van egy kicsit olyan oldala, hogy ahhoz képest, hogy ennyi minden van, mégis nagyon egysíkú az, hogy mit hallgat mondjuk egy 12 éves. Vagy egy 14 éves, vagy egy 16 éves, mert ő azt a világot hallgatja, ami éppen akkor ottan divatos abban a körben, abban az egyében, abban a közegben, amiben létezik, és nem biztos, hogy mást is meghallgat. Pedig hát ott lenne. Csak valahogy ez nem, mivel annyi van, hát ő ezt választja. De én nem akarok általánosítani, csak jó lenne, hogyha tényleg aki zenét szeret hallgatni, az megpróbálna minél többféle jó zenét hallgatni. A közösségi média az előadók segítségére is lehet, de talán kicsit elaprózza a közönséget. Ezt hogyan látod? Én szeretem a közösségi médiát, én azt tapasztalom, hogy amióta én is aktívabb vagyok, azóta sokkal több minden történik velem. Tehát, hogy az emberek is újra emlékeznek rám, egyre többen ismernek, szóval szerintem jó a közösségi média, nyilván nagyon sok munka ezt tudatosan építeni, meg ugye megvan az a hátulütője, hogy mivel szabadon véleményt nyilvánít mindenki, ezért én is kapok hideget, meleget, és néha nagyon sokan támadnak. Most is volt hát több ilyen szituáció is, hogy valamit kiposztoltam, és akkor így elég keményen beszólogattak nekem, de úgy vagyok ezzel, hogy végül is mindenki szabadon elmondhatja, hogy mit gondol. Én igyekszem ezt itt tudatosan a helyén kezelni, és inkább azokra fókuszálni, akik szeretik, amit csinálok. Lehet felemény nekem, bárki jó! És az Istennek mondom, hogy csöndet mégsem tudom kineki szól. Mindenki valaki él,
Összenedően támasztom a falat, sok ezer lányom még sincs, aki szabad, aki mindenki valaki él. Így jó, nem ez a baj, belül van az űrzavar. Ha ez így marad, sehogyan nem lesz jó. Nincs út visszafelé, megint pár nap az ördögé, de legalább valaki érezné. Holnapban lassan átsorol a zene, fene se tudja már, hogy milyen helyeken jártam. Mindenki valaki él. Nincs, ami nincs, nem figyelek oda, s ahogy a kedvem elviszem ma haza a hajnal. Mindenki valaki él. Számos tehetségkutatót ismerhettek meg a nézők, akár hazai, akár külföldi példákat is lehetne említeni. Hogyan látod, akár belülről, akár kívülről, mennyire készítik fel a jelentkezőket a zeneiparra, a későbbiekre? Mennyire fogják, vagy mennyire engedik el a kezüket összességében? Kicsit cseles a kérdés. Nekem alapvetően nagyon-nagyon jó tapasztalataim vannak az én tehetségkutatómmal, mert mindent megadtak, és mindenben próbáltak segíteni. Ott voltak mellettünk, mert az volt az érdek, hogy mindenki jól érezze magát, és mindenki próbálja a maximumot kihozni magából. Ők ezt nagyon-nagyon ügyesen felmérték, és tényleg senkinek nem lehetett szava, mert a kedvünkben jártak, és sokféle szakember volt mellettünk. Az egy másik kérdés, hogy mennyire készít fel úgymond az igazi életre, ami majd utána következik. Mivel én 8 éves korom óta színpadon vagyok, kicsit más a helyzet, ezért nem tudom. Ha körülnézek, hogy jártak úgymond azok, akik akár az én szériámban voltak, hogy mennyire tudtak megmaradni, ez megint csak nehéz kérdés, mert nem feltétlenül azon múlik, hogy mennyire voltak felkészülve előtte, vagy mekkora volt a felkészülés. Én azt mondom, hogy minden esetre jó, ha az ember tisztában van azzal, hogy ki ő, mi ő, mit akar képviselni, és amikor elindul egy ilyen tehetségkutatóban, akkor ne ott keresse magát, hanem ott legyen az, szóljon az arról, hogy megmutatom az én tehetségemet, megmutatom, hogy ki vagyok, és akkor tetszik, vagy nem tetszik. Említetted is, hogy korán színpadra léptél. Bőven volt múltad a zene tekintetében, de mikor érdemes elkezdeni a zenei nevelést szerinted? Én szerintem nagyon korán. Meg kell nézni, ki kell tapasztalni, hogy a gyerkőc az hogy viszonyul akár a zenéhez, hangszerhez, énekléshez, bármilyen művészethez. Fel kell mérni, meg kell ismerni az ő tehetségét, és minél korábban elkezdeni. Mert nagy előny. Sokkal maga a zene az egy folyamat, az egy szerintem egy életre szóló folyamat megismerni úgy igazán a zenét, és megtalálni magad benne. Ezért úgy gondolom, hogy mindenképpen szerencsés. Én talán egy kicsit később kezdtem, 8 éves voltam. Tudom, hogy vannak, akik mondjuk már 4 éves koruk óta gyakorolnak és megismerik a hangszert. Szerintem figyelni kell. Egy jó szülő az látja, hogy mit érdemes a gyereknek választani. A most kezdő fiatal tehetségeknek mit üzennél a zeneiparban való első lépésekhez? Én tanítottam ismét az utóbbi években, most az idén fejeztem be, és én azt tapasztalom minden egyes alkalommal, hogy leginkább az ének tanár a mai világon egy jó pszichológusnak kell lennie. Mert hogy kevés az önbizalom, nem tudja, hogy mi az, amiben igazán jó, nem tudja, mi áll jól neki az éneklésben, a zenében. Ha énekesekről beszélünk, akkor én azt mondanám, hogy találja meg azokat a műfajokat, ami neki megfelelő, ami szerinte a legjobb, és ne akarjon beállni a sorba, és valaki lenni, valakit utánozni, lehet inspirálódni, mert az fontos, lehet is, szerencsére a zenetörténelem az nagyon-nagyon gazdag, és lehet meríteni belőle, de,
de olyat kell mutatni, ami, ami saját maga. Do you remember the 25th of September? I was changing the minds with anger by chasing the clouds away. Hearts were ringing in the key that I saw to see as we danced in the night remember by the stars of the night away. Ezt azért elárulhatjuk a közönségnek, hogy, hogy ez egy közös folyamat, hogy milyen számokat fogunk játszani. Persze vannak olyanok, amit mi is szívesen ajánlunk. Ugye mai előadókról van szó sok saját számmal, tehát ők is, ők tőlük is várunk olyat, amit ők szívesen énekelnének. Ezek között mindig vannak az ő saját dalaikból is egy pár, és akkor, akkor szeretnénk, hogyha sok magyar sláger is megszólalna, persze a külföldi nagy sikerek is jöhetnek bőven, és a hangjuknak megfelelőt fogják választani, tehát ők adnak egy repertoárt, amiből mi aztán kiválasztunk 4-5 dalt, és akkor mindenki annyit énekel. Úgyhogy nehéz mindig nagyon egy ívre fölhúzni a műsor, de talán ettől izgalmas és ettől színes, mert sokféle szín meg fog szólani. Tehát a Kovács Kati és Cserháti slágerek mellett az Amy Winehouse és a, nem tudom, a Tina Turner is bőven megfér egy könnyű mondjuk Caro Emeraldal, ami meg már egy egészen másfajta latin világot mutat. Az egyik személyes kedvenc dalomat fogadjátok szeretettel. Csak egy kis háttérinfo, hogy Franciaországban voltam egy turnén, mikor írtam ezt a dalt, nagyon magányos voltam, és úgy kibudjantak belőlem ezek a sorok, remélem, hogy tetszeni fog nektek. Honnan is tudhatnád, hogy milyen vagyok én, miket éltem már át, és mi vár még? Miért nem látsz engem? Miért nem hallasz meg? Miért nem bízol bennem? Mitől félsz, mondd meg? Van, ami mégsem változik, de ami nem változik, az meghal. Ha két ember nem közöset álmodik, csak két idegen lesz sok gonddal. Ki neveli fel azt a gyermeket, akit az anyja megvetett? Ki bocsájt meg annak az embernek, aki másokat használ fegyvernek? Mint te, mint én, és mind mindenki más. Már pedzegetik, hogy a mesterséges intelligenciát is elkezdik használni a zeneiparban is. Szerinted ennek inkább pozitív, vagy inkább negatív hatásai lesznek a dalszövegírásnál? Hű, ez egy érdekes kérdés. Hát az tény, hogy a mesterséges intelligencia nagyon profi és egyre jobb dalokat csinál, meg dalszövegeket ír, de én azért azt gondolom, hogy azt az egyéni szellemi produktumot, amit csak és kizárólag egy ember tud előállítani, azt nem fogja tudni pótolni. Én abban hiszek, hogy ez nem kiváltható. Tehát, hogy a művészet az mindig is attól volt izgalmas, hogy az alkotóknak az egyéni, az elméje, a gondolkodása, a személyisége, ami ugye benne van az alkotásokban, az az, ami hatással van, és szerintem ezt egy gép nem tudja pótolni, főleg nem egy élő produkció esetében, tehát hogy szerintem sose lesz érdekes az, hogy mondjuk robotokat nézzünk a színpadon. Egy élő ember és az élő koncertek vagy színházi produkciók varázsa szerintem nem helyettesíthető semmivel. Mit gondolsz a zeneiparban? Lehet alulreprezentáltságról beszélni a nők tekintetében?
Hát abszolút, igen, ez nyilván nekem egy szívügyem ez a téma, és nagyon sokat beszélek erről, sok támadást is kapok ezért. A támadásoknak szerintem az alapvető oka az, hogy van itt egy félreértés. Sokan azt hiszik, hogy én azért beszélek erről, mert ez nekem egy ilyen személyes, ilyen hisztim idézőjelben, de valójában ezek tények. Tehát itt arról van szó, hogy kevés a nő a zeneiparban, és lehetne sokkal több. Nyilván ennek nagyon sok oka van, társadalmi okok, mindenféle összetett háttere van ennek, hogy ez miért van így, de tény, hogy így van, és szerintem tök jó lenne, ha több nő lenne a zeneiparban, úgyhogy én igyekszem most egyelőre első körben azzal segíteni, hogy kommunikálok erről elsőként, mert eddig Magyarországon senki nem beszélt erről a problémáról. Szerintem itt volt az ideje elkezdeni, ez külföldön egyébként egy teljesen, szóval ott már ez így benne van a köztudatban. Például a Barbie film az egy nagyon jó téma, ami a filmiparban lévő nők helyzetét mutatja nagyon szépen, hogy ott is nagyon kevés a nő, és most jelenleg a világon egy női alkotó készített egy olyan filmet, ami így top és mindent letarolt, és nekem nagyon tetszett ez a film, én megnéztem, és igazából azok az értékek, amiket kommunikál, azokkal teljesen tudok azonosulni, és én is valójában ezekről beszélek, tehát nem arról van szó, hogy én férfi gyűlölő vagyok, vagy irigykedem a férfi kollégáim sikerére, nyilván nekik sem könnyű, mert a művészlét az senkinek nem könnyű, de az tény, hogy nőként azért elég nagy kihívás, és tényleg nagyon kevesen vagyunk, úgyhogy hosszú távon én szeretnék azért tenni, hogy azok a fiatal énekesek, zenészek, akik elindulnak a pályán, és mondjuk nehézségekbe ütköznek, hogy legyen valami fajta szervezet, vagy valami stratégia, vagy egy ilyen rendszer, amihez tudnak fordulni, és hogy ezeket a fiatalokat támogassuk, és ne morzsolódjanak le, mert azért nagyon sok női előadó vagy zenész neki indul nagy vágyakkal, aztán elég hamar el is tűnik, és nagyon kevesen maradnak fönn, szóval valahol itt a nulladik lépésnél van a probléma, és ott kell valamit kitalálni. Már majdnem 10 éves ez a történet, tehát hogy akkor ugye ez az, hogy hát mit lájkolunk, hogy mit szeretünk, ugye ez nagyon divatos volt, és hát szerettük volna, hogy a szimfonikus zenét is lájkolják a fiatalok, és talán ez a kísérlet, hogy a könnyű zenét szimfonikus köntösbe, tehát a szimfonikus hangzással megemelve nyújtjuk a fiataloknak, ez talán eléri a céljét, és több lájkot fog kapni így a szimfonikus zene is. És meg kell mondanom, hogy azok az előadók, akik jönnek, és ugye megszokták a maguk kis együttesével előadni ezeket a számokat, miközben hát ez komoly hangszerelési munka, hogy ezekből a számokból igazi nagy szimfonikus hangzás szólaljon meg, nem óhatatlanul, hanem szerencsére gazdagítja, és hát nagyon sok invenció, más dallamok, más figurációk van megtöltve minden szám, úgyhogy hát nekik egy ilyen reveláció a saját számaikat ilyen emelkedett hangzásba hallgatni, úgyhogy mindig öröm az első próba, amikor látom, hogy dobnak egy hátast, ez így is megszólalhat. Sleeping, I was worried about a wedding.